A pandémia okozta veszélyhelyzetben az oktatási és nevelési intézményeknek egy hétvége leforgása alatt át kellett állniuk a digitális távoktatásra még 2020 tavaszán. A most következő anyagunkban visszatekintünk arra, hogyan zajlott a digitális oktatás bevezetése, hogyan élték meg ezt az időszakot a pedagógusok és a diákok. A jelen helyzet is érintett, hiszen most is vannak olyan középiskolák, amelyek digitális távoktatásban vesznek részt. Az új koronavírus járvány terjedésének lassításának érdekében az országok túlnyomó többsége ideiglenes iskolabezárások, illetve a távoktatásra való átállás mellett döntött. Magyarországon 2020. március 11-én rendelte Magyarországunk kormánya az egyetemek látogatási tilalmát, míg március 13-án a köznevelésben is a digitális távoktatásra való átállásról hoztak döntést. De 2020. március 16-tól áttértünk a tantermen kívüli digitális munkarendre. Hát maga ez a szép négy szavas meghatározás is úgy gondolom, hogy megérdemel egy kis figyelmet. Maga a munkarenddel semmi probléma, hiszen pedagógusként tesszük a dolgunkat. A digitálissal sincs semmi problémánk, szerencsére, hiszen 2008-tól rengeteg olyan pályázat volt, legyen a számopció, befog pályázat, részben az önkormányzat, részben a Bébelsbel központ, a Veletyúfej Tankerti Központ támogatásával, ahol úgy gondolom, hogy lehetőségünk nyílt arra, hogy eszközöket is beszerezzünk, telepítsünk itt az iskolába, illetve a pedagógusok is rendszeres online ingyenes képzéseken tudtak részt venni, tehát nőtt a iskolák az eszközellátottsága is. Hát napi gyakorlatnak a részévé vált a digitalizálás, használjuk tanítási órán, szabadidős tevékenységek során, szemléltetésre, motiváció, érdeklődés felkeltés fenntartása céljából. A tanterven kívüli jelent egy kis problémát szerintem minden pedagógusnak, hiszen maga az oktatás nevelés az egy interaktív kapcsolatban valósul meg a pedagógus és a gyermek között. Ugye benne van a közös munka, kérdések, válaszok, szükség esetén segítség, rávezetés, amit ugye személyes találkozás nélkül elég nehéz megvalósítani. A digitális oktatás bevezetése érintette az Icsi Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékeit is. Az egyéni tanórákat videótelefonon szoktuk lebonyolítani a gyerekekkel. Mindenkinek a saját idejében legalább egy kis rendszeresség így megmarad a gyerekeknek az életében. Nyilván nálunk délutánonként vannak a tanórák, és meg tudják oldani, hogy délután hangszerrel a kézben videón cseten bejelentkeznek a főtárt tanároknál. Szerencsére minden tanulónkkal sikerült fölvenni a kapcsolatot, így aztán rendben zajlanak a felkészülések. Hát kicsit furcsa ez a szituáció, mert ugye nem az a hangzás van, mint tanórán, azért egy videótelefon hangminősége az eléggé nem megfelelő ehhez, hogy így oktassunk, de most jobb hiány, ezzel kell boldogulnunk és beérnünk. Az eddigiekben arról számoltunk be, hogy városunk iskoláinak hogyan sikerült megoldani a digitális távoktatásra való átállást. Azonban arról, hogy a diákoknak hogyan sikerült ezzel az időszakkal megbirkózniuk, arról alsós, felsős és gimnazista tanulókat kérdeztünk. Felkelünk, kinyitjuk a laptopot, és a tanárok feltöltik órarend szerint a tananyagot. Többnyire nálunk megkapjuk az anyagot, és körülbelül 3 tantárból van az, hogy kapunk online órát is. Áprilisban még kétséges volt, hogy az általános iskolában megtarthatják-e a ballagás és az évzáró ünnepségeket. Ezeket a bizonytalanságokkal és kérdésekkel teli időszakot a végzős tanulók nagyon nehezen viselték. Szerintem az összes 8. társam nevébe beszéltek, hogy ez nem egy jó pont így az utolsó évben, és szerintem ez egy nagyon elszomorító dolog. A járványügyi szabályok szigorú betartása mellett a 2020-as évben is megtartották a májusi érettségi vizsgákat. Engem személy szerint ez az időszak nagyon megérintett, mégis az utolsó 1-2 hónapunk lett volna az iskolában így végzősként,
nem volt nagyon előttünk, hogy mi lesz az érettségivel, nem tudtuk, mire készüljünk, mire számítsunk. Erre vártunk már egy ideje, hogy megtudjuk a pontos dolgokat, hogyan is fog zajlani az idei érettségi. Sokkal nehezebb így az oktatás és az otthoni tanulás. A napokban tudtuk meg, hogyan fog zajlani az idei érettségi. Május 4-én kezdődik, csak az írásbeli lesz megtartva. A szóbeliket eltörölték, csak abból lesz, amiből alapból nincs írásbeli, mint például a testnevelés. Reggel 9-től kezdődik az érettségi, a diákoknak másfél métert kell tartani egymásra, és nem szabad csoportosulniuk, maszkot kell viselni, max. 10 tanuló lehet a teremben. Az érettségre való felkészülés is sokkal nehezebb, hogy csak a gép van előttünk, semmi más, de a tanárok nagyon segítőkészek, ha valami kérdésünk van, bárkinek írunk, rögtön visszaírnak, hiszen ők is online vannak, és az internet is sokat segít. A járványveszély csökkenésével a 2020-as évben rendhagyó módon, átgondoltan, kisebb létszámban és korlátozásokkal az általános iskolákban megtarthatták a ballagásokat és az évzáró ünnepségeket. Nyilvánvaló, ez minden gyereknek nagy örömet okozott. Azért 8 év nem mehet el úgy, hogy viszonylagosan, de ünnepélyes keretek között búcsúzzanak el a pedagógusoktól, az iskolájuktól. Úgyhogy mindig már azt mondom, hogy május közepe óta szinte napi szinten jött érdeklődés, hogy mi lesz a ballagással. Hát szegénykém így is a hagyományos bolond ballagás, búcsúztatás, ez most ebben az éppen elmaradt, de legalább ez a lehetőség, hogy ünnepélyes keretek között, bár korlátozva a ünnepét, megtartható, ez mindenki számára nagy öröm volt. A ballagás nálunk két részletben lesz, mert létszámfüggően két csoportra vannak, ugyanis nálunk 3 végzős osztály van, egy alacsonyabb létszámú és két közepes létszámúnak mondható, tehát két részbe bontjuk a gyerekeket, nyilván egy osztályt nem szedtünk széjjel, tehát az egész osztály együtt az osztályfőnökével, de 8:30-tól lesz 20-án az egyik, illetve 10 órától a másik csoportnak a ballagása. Sajnos létszámi korlátokat is kellett tartsunk, és így a szülők jöhetnek be, tehát édesapa, édesanya. Ha az idő engedi, akkor az udvaron tartjuk, hisz az azért mégiscsak biztonságosabb, de rendelkezünk egy szép nagy tornateremmel, tehát ha az idő mégiscsak közbeszól, akkor tornaterembe kell megtartsuk. A gyerekek bejönnek az épületbe, nyilván az osztálytermük feldíszítve, ott vesznek búcsút magától az intézménytől, osztályfőnöküktől, és úgy fognak az udvarra leballagni. A szülők viszont csak az udvaron tartózkodhatnak, tehát az épületbe nem jöhetnek be. Nyilván meg fogjuk őket kérni, hogy igyekezzenek a másfél méter távolságot tartani, míg a gyerekeknél úgy lesz elhelyezve a szék is, amin ülni fognak, hogy meglegyen ez a biztonságos távolság. Tehát vigyázzunk minden gyermekre. Augusztusra nyilvánvalóvá vált, hogy elkezdődik a járvány második hulláma. Ennek során azonban a világ nagy részéhez hasonlóan nem hoztak olyan szigorú intézkedéseket, mint az első hullámban. A digitális távoktatást és a nyári szünetet követően szeptemberben hagyományos trendnek megfelelően kezdték el az új tanévet az oktatási és nevelési intézményekben. Azonban a Gönczi iskolában a várnál hamarabb ismét át kellett állni a távoktatásra. Mi, amikor augusztusban az alakuló értekezleten beszéltünk arról, és latolgattuk, hogy milyen lehetőségeink vannak, ha ismét erre kényszerülünk, akkor nagyon pozitívan ért engem az, hogy a több kolléga is ajánlotta, hogy újra indításában, hogy a megszervezésében szívesen részt vesz. Így aztán készen létben állt nekünk a Google Classroom rendszere, amit jól ismernek a kollégák és a diákok is a tavasszal ezt használták. Nyilván nem számítottunk arra, hogy ezt élesben is ki kell próbálni, de már a tervezésnél én azt kértem a kollégáktól, hogy havonként egy tanítási órájukat így szervezzék. Azért volt ez a célom, hogy tartsuk életben ezt a lehetőséget, hiszen nem elég, hogyha a tanárkollégák tudják ezt használni, a diákoknak is tudni kell használni, és ezt egy szinten tartással. Tehát a tervező munkánk az így felkészüléssel, tervezéssel zajlott, míg aztán az első hét végére élesíteni kellett az online tantermeket, mert hogy szoros együttműködésben a járási hivatallal és az ANTS munkatársaival úgy kényszerültünk dönteni,
hogy az a karanténba helyezett óvintézkedésből távol maradók létszáma indokoltá tette azt, hogy nem jelenléti oktatásban, hanem a teljes felső tagozatunk 2-től második héten digitális oktatásban tanult tovább. A második hullám során elsősorban nem az otthonmaradásra, hanem a közösségben történő maszkviselésre hívták fel különféle kampányokban az emberek figyelmét. A Hőgyes Endre gimnáziumban, ahogy minden oktatási intézmény, továbbra is felkészült arra, hogy egyik napról a másikra lehet ismét átkelni a digitális távoktatásra. Maximálisan fel vagyunk rá készülve, erre ugye létre kellett hoznunk egy intézkedési tervet is. Már most jelenleg is zajlik a gyerekek felkészítése, folyamatosan használjuk a kialakított Microsoft Teams felületet az anyagok feltöltésére. Ez azért is jó, hogyha valaki nem feltétlenül COVID miatt, hanem más betegség miatt otthon van, akkor a tanárok által feltöltött táblaképet, óraképet, feladatsorokat meg tudja oldani. Tehát biztosított a folyamatos tanulása, hogyha ő ezt szeretné. Illetve a bejövő tanulóinkkal is megismertettük a felületet, mindenki kapott belépési lehetőséget, és tulajdonképpen úgy kezeljük a dolgot, mintha digitális oktatás lenne, tehát felkerül minden anyag. Ugye az élő órák maradtak el jelenleg innen, mert azt még most kontaktórában tartjuk, de ha sor kerülne egy ilyen helyzetre, akkor bármikor át tudunk állni, és a tavaszihoz hasonlóan maximálisan tudunk teljesíteni. A 2020-2021-es tanév első fél évében iskolán kívüli elfoglaltságok és tanulmányi versenyek megszervezésére csak korlátozott mértékben volt lehetősége az iskoláknak. A harmadik szintér az a tanításon kívül időszaknak, vagy időnek ugye az eltöltése. Hát ez sajnos ez csorbul. Ugye most függesztettük fel a iskolai sport foglalkozásoknak, tehát nem a testnevelés órán, hanem a tanítás utáni időszak, ugye az edzéseket és a szakköröknek a munkáját. Ez az egyébként egy központi kérés volt, hiszen itt nagyon nehéz megakadályozni, hogy személyes kapcsolatba kerüljön egy gyerek a másikkal. Habár ugye ezek egy osztályban való gyerekek, de hát akkor is azért lehetőleg ezt kerülik el. Tehát ez nincsen. Versenyekkel kapcsolatosan hasonlóképpen esetlegesen házi verseny az nagyon szörmentén, de azt gondolom évfolyam szinten lehet, de egyébként ezt is toljuk. Illetve ugye nincsen sajnos úszásoktatás, ez egy fél évig, illetve egy évig most ez nem lesz. Ez is végülis egy érthető dolog. Tehát azért van ennek hátultője rendesen ennek a járványhelyzetnek, de azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy minél jobban jöjjünk ki ebből, ezeket meg kell lépni és be kell tartanunk.